Sziasztok! Itt vagyok Velőce vasútállomáson, és a múltkori kisvasúti vonalbejárás fogom folytatni, de most innen Velőce irányába próbálom megközelíteni. Ami, hogyha jól tudom, akkor valahol itt lesz majd a kiágazás, de majd még kicsit arrébb kell menni. A főút meg az állomás között lesz valahol a kisvasút, úgyhogy ezt majd megpróbálom megkeresni. Minként itt vagyunk a vasútállomáson, ez egy középperonos. Mint látjátok, van összesen 5 vágány, az iparvágánnyal együtt. Szerintem egyébként valószínűleg ez lesz az, amelyik arra a fatelepre ment, ahol az átlakó volt. Úgyhogy megpróbálom majd ezt követni, és akkor meglátjuk, hogy hova jutunk. És hát remélhetőleg eljutunk. Hát kisparosig valószínűleg nem, mert azt láttuk, hogy az a vasútvonal járhatatlan. De talán valameddig sikerül, és még sineket is fogunk találni. Mentek Velőce állomást, itt van a felvételi épülete, és aluljáró van. Mindjárt meg is nézzük. Ilyen bicikli feltoló vájúval, úgyhogy mindjárt remélek és szétnézek. Viszont ötletes, van itt egy falra felfestett Velőce térkép, bejelölve a vasútállomás. És igen, egyébként valóban, tehát az Árpád utcán ment valahol a sín, itt a kis vasúté, és hogy valahol itt van a fatelep is, de szerintem itt nem jelzi. Igen, egyébként itt vannak a képek, hogy mi merre. És akkor nézzünk szét az aluljáróba. Itt már érdekes. Itt van egy totemosztop, gondolom menetrendet lehet rajta megnézni. Hirdetőtábla. És egy dunaparti kép. És közben megtaláltam az első nyomot. A buszmagának és az a neve, hogy Velőce fűrésztelep. És valószínűleg itt van maga a telep, és az iparvágány is ide vezetett be. Tehát valószínűleg a kisvasútnak is ide be kellett jönnie, ma az átlakó az a telepen belül van. Hát szerintem kicsit tovább megyek, akkor meg lesz a kisvasút is. És ott a távolban, a jobban megnézitek, szerintem ott volt az átlakó. Hát a normál vasút az ott van a nagyvasúti. Na, hát a keskeny nyomtáv az itt nem látszik. Talán majd, hogy közelebb megyek, akkor abból is majd maradvány sikerül. És ezt nézzétek. Ezek bizony nagyvasúti betonaljak. És ott még beljebb is van egy-kettő. Az biztos, hogy jó helyen vagyok. És valahol itt kellett jönni a kisvasútnak is. És itt is nézzétek meg, betonaljak. Tehát itt kellett lennie még nagyvasútnak is, és ott is látszik a háttérben egy lakodó. Akkor kicsit közelebb zoomolni. Igen, az ott egy oldalrakodó. És ezt nézzétek. Bizony, ezek itt kisvasúti sinek. Többfele is ágazott, és bizony tényleg itt volt a lakodó. Hát ennyi maradt belőlük, és még itt is megvan valahol a vágány. Csak itt már valószínűleg ráholták a sarat, de ez volt az egyik lakodó, tehát itt lehetett a kisvasút, nagyvasút átlakó is. És ott még fönt, ott is vannak sinek. De ezt megnézem egy másik szögbe, sajnos bemenni nem tudok, mert el van kerítve végig, de ennyi látszik belőle. És nézzétek, ott még megvan az András kereszt is. Tehát tényleg itt jött a kisvasút. És akkor tessék, innen már jobban be lehet látni, itt vagyok most egy vágányon, és akkor itt is két felé ágazott, de a váltó még kívül van. És bizony, igen, itt is lakodó, és alul is mentek sinek. Tehát itt azért volt, és valószínűleg ezek mentek a nagyvasúti lakodóra, ami egy picit arrébb van. Hát most már nem csak a fatelepi a terület, itt több kisebb cég is van. Így ugye rengeteg ezért cég nevét látom kiírva itt a kapun is. És itt jöttek a sinek, tehát valószínűleg ott kell majd tovább menni, de majd még elnézek itt ebbe a mellékutcába is, hát hogyha még itt is találok valamit. És az egyik vágány az meg ugye itt jött be, és itt ágazott többfele. Hát itt már ráaszfaltoztak.
látjátok, de itt az aszfaltban azért még lehet követni, hogy hol járt. És ott látszik a vágánynak a többi része is. Én majd erre fogom folytatni a bejárást, de mint mondtam, itt el fogok menni ebbe a kis mellékutcába. Ugye itt vagyunk egyébként nem messze a nagyvasúti állomástól, és itt parkol egy tehervonat. És hát, ha még arra a lakodóig be tudok menni. Kértök, mert meg ott áll egy fávadakott kocsi, de itt valószínűleg egyébként lakodás is van. Csak a kisvasúton már ide fát nem hordanak. De fát itt még rakodnak, az látszik. És hát, nyi. Itt van egy tehervonat, és akkor arrafele van a nagyvasúti rakodó, azt még talán meg kell nézni, mert az átlakó az biztos, hogy arrafele volt. És még itt látszik némi kis vasút és ínszál, meg az ütközőbak is látszik ott a távolban. Tehát valószínűleg a keskeny nyomtáv eddig tartott. Egyébként valószínűleg itt volt a lakodó, meg ideig jött ki a nagy vasút, csak itt már a gazban nem látszik. De ugye a keskeny nyomtávnak már korábban vége lett, tehát szerintem eddig kint voltak a sinek. A nagy vasútnál és az átlakás is itt történt. De közben tovább már nem tudok menni. Azért még megpróbálok egy kicsit itt a gazba előre. Ezt nézzétek, itt van az egyik iparvágánykapu. És valószínűleg itt, ahol én állok, itt is vágány volt. De ennek semmi nyoma, viszont itt lent, egyen lejjebb, viszont ott a vágány. Ott vannak a sinek. Nem nagyon látszanak, de ott vannak. És akkor látjátok, ott ment be a vágány a telepre, és itt ez a rész hiányzik, viszont innestől megint megvannak a sinek, 23 kilós kisínsinek, és így megy tovább. Úgyhogy akkor ezt most valameddig követjük, hát nem tudom meddig van meg. De meg valamiért ezt a szakaszt nem szedték föl. Hát ahogy látjátok, Diós György 1909-es sínszál, tehát ez egy 111 éves sínszál van itt most benne. 1909-ben gyártották Diósgyőrbe, és 23 kilós, tehát az azt jelenti, hogy 1 méter sín, ebből 23 kiló. Ezt hívják kis sínnek. Ez tipikus kisvasúti, nagyvasúton ezt már nem használják. És ott volt a másik felirat is. És hát megyünk tovább. Ott valószínűleg ott, ahol a kocsik állnak, ott már megint föl van szedve. Tehát itt a főút és a lakóházak között megy. És hát látjátok, eddig van meg. Innen az egyik sínszál hiányzik is. Itt az aszfalt alatt megvan még valamennyi, tehát gondolom, hogy amikor a kocsibejárókat csinálták, akkor aszfaltoztak rá a sínekre. Nem volt makkos a forgalom errefele. És itt is látszik, a sínek megvannak, csak ráholták a földet, meg kocsibejárók készültek a töltés vonalába. De nagyon jó követett, hogy merre ment a vágány. És akkor látjátok, itt közben kiértek a vágányok ide a közút mellé, hát ott majd nem biztos, hogy fogom tudni követni. De valahol itt lesz majd, ahol egy éles ívben bement az erdőbe. Az is valahol erre van. És hát mint megtudtam, hát még az itteni lakók sem emlékeznek, hogy mikor járt erre utoljára vonat. Találkoztam egy pár lakóval, megkérdezték, hogy mit csinálok. És mondták, hogy hát már itt biztos, hogy több év, hogy évtizedek óta nem járt erre vonat, tehát az még látszik is. És itt is mondjátok, hogy de a nyomvonal az végig látszik, csak itt azért járhatatlan, mert egy-két helyen ráaszfaltoztak, meg ráholták a földet, hogy betemette a gaz, de mondjuk ez még a legkisebb dolog, mert ezt még viszonylag egyszerűen járhatóvá lehetne tenni, csak hát semmi értelme nincsen, mert ugye minek, hát már nem fognak hordani a fatelepre, már régen nem is a fatelep használja a területet se. A meglévő kisvasútnak meg a királyréti ágvonal, ez bőven el van, és az állású idén fel is fogják újítani. És ezt nézzétek! Itt már mutatja a tábla a királyvéti erdei vasutat, hogy 800 méterre van itt a főúton tovább, és valószínűleg itt mentek a sinek. Itt ment be az erdőbe, csak nem nagyon látszik már. Akkor nekik tudja menni, csak... Ja, de itt van, itt van, itt van, itt van, itt vannak a vágányok.
És tényleg itt mentünk. És akkor innen kezdődik az erdővezető gaz. Hát valameddig megpróbálok bemenni, de valószínűleg nem sokáig fog sikerülni, meg ki tudja, hogy meddig vannak meg a vágányok, mert azt láttátok az előző bejárós videóból, hogy ott a híd után nem sokkal már nem voltak meg, felszedték őket, vagy ellopták. És ráadásul itt meg a elég szada, nagy dzsumbújon kéne keresztül menni. Valameddig még látom a vágányokat, de ez egy nagyon nagy átadhatatlan gaztengernek tűnik. Na, kamerát elpakolom, aztán megpróbálok valahogy bemászni oda. Ezt nézzétek, feljöttem ide a töltésre, de a sinek itt már nincsenek meg, viszont itt jöttek. Itt ment valahol be az erdőbe, így elkanyarodva a közút mellől. És hát ahogy a tábla is mutatta, 800 méter kb. És ott van a kisfarosi megállóhely, meg ott a végállomása a kisvasútnak. És hát valahol itt ment a nyomvonal végig, de nem lehet követni. Egyszerűen akkora itt a dzsumbúj, hogy nem lehet. Meg tele van szúrós növényekkel. Úgyhogy majd nekem is valahol vissza kell másszak. Itt másztam fel a töltésre, és akkor valahol errefele kell vissza is menni. És akkor ezt nézzétek. Nagyjából megkerültem a gazt itt fönn, de itt még megvannak a sinek, és innen eltűnnek. És az a rész meg már nagyjából ott van, ahol a kisparos irányából abba hagytam a bejárást. És hát ennyi, hát innen meg már nem lehet követni, mert egyszerűen annyira benőtte a gaz, hogy lehetetlen, de itt megy végig, aztán kimegy a főút mellé. És hát amit eddig bejártunk, akkor azt láthatjátok. És itt lehet egyébként megközelíteni, itt a rakodó felől. Hát ez itt a Verőcei rakodó már, ott áll a két fával rakott teherkocsi, ott mellette a gigantos tehervonat, ami még mindig itt van. És az ott már a nagyvasúti pálya. És hát nagyjából ennyi, innen már nincs más. Ott arrafele van még egy szolgálati lakás. Meg gondolom az egy régi ölhely lehetett. De ennyi. Aztán még ott van egy aluljáró a vasút alatt, amit már a múltkori vonalbejárásnál is néztünk. Meg a híd ott a patak felett. Külön van a kis vasútnak és külön a nagy vasútnak. Akkor nézzétek, itt van az iparvágány, amelyik a fatelephez vezetett annó. Itt vagyunk a kiágazásánál, itt a vágányzárósodon fúhat. Sinkoronnából látszik, hogy nem használták ezt mostanában. És itt ágazik ki az első vágányból. És szerintem még itt az engedélykérőt is lehet látni. Ha. És benne van a kulcs is. Ezzel lehet engedélyt kérni a mozgásról. És minden irányból beleugatnak a videóba, úgyhogy menjünk is tovább, de egyébként le is lehet már itt zárni, mert a kisvasútnak a megmaradt részét sikerült bejárni, sikerült a fatelepi iparvágányt és úgy, ahogy megtalálni, ami még maradt belőle. Tehát akkor ez ennyi igazából, a királyvéti kisvasút az ennyi. Hát és ezen a szakaszán meg biztos, hogy soha többet nem lesz forgalom, igazából értelme se lenne. Meg hát itt személyforgalom csak egy pár évig volt, még az 50-es években, nem sokáig. Utána már csak a teherforgalom volt, hogy ugye fát hordták ide, de... És hát mióta a királyvéti kisvasúton is teherforgalom, nem volt szüksége erre a szakaszra se. Na mondjad, mi mondani valód van még? Na csak, hogy szerepeljenek a videóba, ha már ennyi közlendőjük van.
És akkor ezzel az átadó tehervonattal most a végre lezárni a videót. Itt vagyunk már újra Velőceállomáson, várjuk a vonatot, aztán irány haza. Vonalbejárós videó ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, és találkozom a következőnél. Sziasztok!